Győri Domonkos a 90-es években kezdett írni, majd pár évvel ezelőtt összeszedte gondolatait, és azok 2016-ban egy gyűjteményként megjelentek, a Profán, avagy Tolbamondás a pillanatnak címmel. A kötet egy kisregény, ami egyperces novellákat tartalmaz. Folytatva irodalmi tevékenységét megjelent második kötete is, és ismét eljött a Huszárgál városi könyvtárba, hogy a mosonmagyaróvári érdeklődőknek is bemutassa a 2017 őszén megjelent regényét. Amely a Hölgy alulnézetből címet viseli. Alapvetően érdekes cím, ez azért a valahol a szabadságszoborra való fölnézést, a társadalom különböző rétegeibe bizonyos visszásságokat kívánt feldolgozni, de aztán azért a cím hozta azt, hogy némileg azért pikáns és krimi elemekkel készült. A könyvbemutató egy hangulatos beszélgetésként zajlott le, amit a nyugalmazott könyvtárigazgató és az író nagyon jó barátja, Tuba László vezetett. A beszélgetés mélyebben érintette a történet szálait, a karaktereket és azok jellemeit és cselekvéseit. A bemutatót Vitéz Vilmos színesítette, aki a szereplők és cselekmények ismertetéséhez egy-egy részletet olvasott fel a regényből. Nem szépíthet rajta, visszanézve lehangoló és szégyenletes sztori, de nem egyedülálló a világtörténetben. Roppant diszkrét hálózat ködelékében dolgozott, igen válogatott közönségnek. A nevét nem ismerték az ügyfelek. A történet szerint Mari egy sikeres üzletasszony, akinek féltve őrzött titka, hogy az egykori egyetemi tanulmányait prostituáltként finanszírozta. A múlt azonban utolérte, és szembe kell nézni a zsarolójával, aki az egyetemista időszakának kínos pillanataival próbálja sarokba szorítani, és Mari ezáltal egy nagy hatalmi játszma közepén találja magát. Győri Domonkos hivatalosan dr. Horváth Sándor Domonkos, a megyei könyvtár és közösségi tér igazgatója, akinek polgári neve alatt több szakmai alkotás is megjelent már. A különböző sajtótermékeket átolvassa az ember, szakmai felelősség, természetesen szóbeli információkat, összeszed riportokat készít, és akkor így jel össze egy történet. Ez egy teljesen más munka, ebben semmi nem helye nincs a fantáziának, itt az írható le, ami tény. Ugyanakkor egy szép irodalmi mű, az bizony megengedi, hogy a fantázia csapongjon. Az íróstábunknak elmondta, jelenleg több köteten is dolgozik. Ezek közé tartozik többi közt egy könnyedebb, szerelmes történet, de a tervek között szerepel egy könyvtári, közművelődési területen kommunikációs közönségkapcsolati kérdésekről szóló monográfia is. Győri Domonkos Hölgy alulnézetből című regénye pedig megtalálható és kikölcsönözhető a Huszárgál városi könyvtárban.